A strandok üzemeltetőinek a nyitás előtt 30 nappal kérelmezniük kell a nyitást és az ehhez kapcsolódó vízminőség ellenőrzést. A kérelem beérkezésétől számítva 30 napon belül megtörténik a szemle, 20 napon belül pedig a mintavételezés. Adott tájékoztatás dr. Kerékgyártó Judit, a Szabolcs-Szatmán Bereg megyei kormányhivatal népegészségügyi osztályának vezetője 35 perc című műsorunkban. Az átfogó helyszíni szemlét minden évben kötelező elvégezni a szezonnyitás előtt. Több hatóság szakemberei együtt végzik ezt a vizsgálatot. Többek között megvizsgálják, hogy bójával kijelölte a vízfelület, ahol a strandolás zajlik. A meder, átvizsgálták-e a meder vízmedret, abban a tekintetben, hogy semmiféle idegentest ne legyen, ami később sérülést okozhat. Természetesen az infrastruktúráis feltételeket is megvizsgálják a kollégák, hogy felújítások, rekonstrukciók megtörténtek-e, kellőszámban rendelkezésre áll-e a szociális blokk, kézmosási, a vízi használati lehetőség, öltözési, zuhányzási lehetőség, hulladéktárolási lehetőség, a játszótereket amennyiben működnek, biztonsággal lehet-e használni, és természetesen azt is vizsgálják, hogy az információs táblák, ami a vendégek tájékoztatását szolgálják, kellő tartalommal vannak-e felruházva. Tartalmaznia kell a víz és a levegő hőmérsékletet, az UV-sugárzást, valamint az elsősegélynyújtás feltételeit. Ez a szabad strandot igénybevevők létszámától függően lehet egy elsősegény de akár folyamatos orvosi jelenlét is, hiszen a nagy területű nyílt vizek nagyobb veszélyt jelentenek, mint egy épített medence. A másik nagyon fontos téma ugye a vízminőség. Természetesen csak akkor nyithat meg egy szabad strand, hogyha a víznek megfelelő a minősítése. Ezt akkreditált vízmintavevő vizsgálja, egyrészt mikrobiológiai célról, célból mintát vesz a vízből, másrészt pedig megvizsgálja a fizikai szennyeződések tekintetében és a biológiai élővilág tekintetében. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy minden egyes szabastlannak a vízminősítése megfelelő. Megyénkben jelenleg 11 szabas strand működik, kettő tópartján, leveleken és sóstón, a többi folyó mentén helyezkedik el. Ezeknél az árhullámok negatívan befolyásolhatják a vízminőségét. Európában a szabas strandok többsége tenger mellett alakult ki, ami stabilabb, jobb minőségű vizet biztosít a strandolóknak. Azonban a hazai vizek kedvelői is elégedettek lehetnek, minden szabas strandunk vize kiváló minősítést kapott.